Hány éves vagy, Bence? 25. De ez nagyon jó a kérdés egyébként, mert mindig elgondolkodom, amikor megkérdezik az embert, hogy hány éves, és ami ahol legutóbb megragadt, mindig azt akarom mondani, és nekem ez a 20. Igen? Tehát, mi történt 20 éves korodban? Egy csodálatos dolgok történtek 20 éves koromban. Szerintem 20 éves koromban estem legutoljára nagy szerelembe. Az volt egy ilyen hatalmas nagy, a legutóbbi esésem. De ez olyan rég volt, hihetetlen. Meddig tartott? Hát így, lényegében tart így most is. Nem, a legutóbbi, nem tudok még elszakadni ezektől a dolgoktól, azok így megragadnak bennem mindig nagyon sokáig az ilyen. De ez nem baj. Úgyhogy ilyen kis romantikus lélek vagyok. De hogy én 5 éve 20 éves vagyok szerintem, tehát én nem érzem azt, hogy fölnőttem nagyon. Én elég kajra természet vagyok, azt érzem. Úgyhogy ez a 25, ez bátor kijelentés. Aha, és addig hogy telt az életed? Addig elég érdekesen, ugye én a szüleim elváltak 6 éves koromban, édesanyámmal maradtam, vele éltem 16 éves korom, még édesapámnak közben lett egy felesége, aki Gombos Judit, Szolnokon színésznő egyébként, és a később a színészi pálya az itt ez anyámmal éltem, ugye, és akkor addig én tengtem-lengtem az életben, mentem jobbra-balra, egyszer volt egy zenélni is tanultam gyerekkoromban, zeneiskolákba jártam, katolikus iskolába jártam, aztán meg elmentem egy papneveldébe, ugye ki Olaszországba. Godzánóba költöztem ki, fél évet éltem ott, papnak tanultam. És mitől nem lett ez aztán? Hát hármat tippelhetsz. Fél év, minden nap meg kellett gyonni, én minden nap gyontam. Volt mit? Volt mit, és mondom, ma is gondoltam nőkre, mondom Szent Atyám, és akkor mondta, hogy Bence, ez fél éve tart. Tehát gondolkodjon, és az a kereszt, amit néha szoktál látni, akkor azt tőle kaptam, ugye? Mondta, hogy én megérti, hogy elmegyek, de hogyha el is megyek, akkor ne felejtsem el, hogy miért jöttem ide, és az maradjon meg, az a gondolat. Úgyhogy azt tőle kaptam, az azóta megvan az a kereszt. És mi volt az a gondolat? A gondolat az, hogy miért akartam pap lenni, mindenki, vagy sokan meglepődnek ezen. Tehát én most Tália papja vagyok, tehát igazából nem áll olyan messze a kettő egymástól, emberek előtt egy gyönyörű szép díszletben, fantasztikus jelmezben beszélünk egy nagyon jó szövegkönyvből, tehát kb. Megvan ez, és át akarunk adni valamit az embereknek. Ez a lényeg. És csak hogy nekem az életvitelem, vagy az én saját önmagam, az annál sokkal szabadabb, mint amit megengedett volna a papság, úgyhogy azért hagytam. És mit szeretnél átadni az embereknek? Mit szeretnék átadni? Mi az, amit te azon kívül, hogy minden este valamelyik darabban mondunk mást és mást? De mi az, amit a Szalai Bence? Hát, ez nagyon jó kérdés, mert ez sokat jól hangzik, hogy az ember így adni akar. Igen, de hát nyilván ezzel kapni akar. Tehát, hogy az a dolog, hogy minél többet adok bele egy munkába, az nap egy előadásba, hogy minél jobban akarom közölni, és minél jobban közlöm az emberekkel, annál több pozitív visszajelzést kapok, de abban a pillanatban, tudod, amikor így érzed, hogy ők is így figyelnek, és az a figyelem, amikor megadjuk egymásnak a figyelmet, amikor fektetünk bele energiát abba az időbe, hogy elmondjunk egymásnak egy gondolatot, de ez lehet bármilyen gondolat, mert szerintem, hát hogyha jó darabról van szó, és jó gondolatok vannak benne, azért minden ugyanarról szól, kb. Ugyanaz. Úgyhogy azt átadni, és hogyha ez megteremtődik a néző meg köztem, az egy fantasztikus pillanat. Mennyire vagy te benne ezekben a szerepekben? Ugye játszottál, amiről ismerhet az ország, ugye játszottad a Viszkis. Most játszol egy csavargó, egy nem is negatív figurát, mert szerintem negatív figura nincsen. Nincs. Olyan figura van, aki rosszul dönt, vagy rossz életet él. Igen. De hogy igen, mennyi vagy, de mit használsz magadból? Hát ugye én azt gondolom, hogy nem fölveszünk figurák, hát lehet figurákat fölvenni, van ez a fajta játszás, de amikor komoly szereppel foglalkozunk, tehát éppen nem egy vígjátékot rakunk össze, tegyük föl, akkor azt gondolom, hogy igazából nem fölveszünk egy viselkedést, vagy fölveszünk egy valamilyen
nem az Ambrus Attilát akarom megszemélyesíteni, hanem az, hát úgy tudom elképzelni, hogy van egy 30 vagy 300 potméterből álló rész a fejünkbe, a lelkünkbe, az egész mindenünkbe, és ezeket lehet föl lecsavargatni, hogy éppen én milyen vagyok. Tehát hogy én általában nem vagyok szerintem egy annyira maszkulin csávó, de az bennem van. Persze. És azt akkor arra az időre föl kell csavarni, és akkor levetni magamról minden mást, és akkor inkább azt felerősíteni. És egyébként meg visszaveszem, mert egyébként még nem olyan vagyok. De van az, amikor beleragad az ember, vagy azt mondja, hogy igazából megtetszett ez, nem tudtam, hogy van bennem ilyen, most én végre észrevettem, és ebben ez most... A póz. Póz, vagy nehéz, mert bele lehet, olyan könnyen bele lehet ragadni. Mennyire ismered te saját magadat? Tehát, hogy mert most amiket mondasz, ez igen. Például tökéletesen megfelel egy érettebb Bencének. Tehát, hogy bele lehet ragadni, hogy... Hát szerintem azt tudom a legbiztosabban mondani, hogy én most nagyon érettnek gondolom magamat. Azt gondolom, hogy tisztában vagyok azzal, nagyjából, hogy milyen ember vagyok én, de tudom azt, hogy ez bármelyik percben megváltozhat. És tudom azt, hogy nem veszem észre magamon, és már túlléptem egy határon, vagy nem látom már reálisan magamat kívülről. Mert hányszor van az, hogy van meg 2 éve, hogy mit csináltam én 2 év, hogy beszéltem emberekkel, de nem kell 2 év, hanem amikor csak azt mondjuk, az meg 3 napja mi a fasz mondta, és már szöges ellentétét gondolom. Tehát én abban vagyok biztos, hogy folyamatosan változik a véleményünk, és folyamatosan formálódunk, és be tudod utána építeni ezeket a később, szóval észreveszed magadon, hogy vigyázz, Bence. De én szerintem nem kell vigyázni, az jó, hogyha ezek szeretek. Ja, igen, szerintem egyre több és több rétegű egy ember, minél persze. Többet él, annál színesebb, és hát talán még egy kicsit azt kéne megtanulnom hogy mondjam, nagyon nehezen fogom vissza magamat, tehát hogy mi erre a szó? Nem illedelmesnek gondolom magamat, csak szeretek azért szurkálódni, nem tudom, tudom, hogy vannak normák, és a normák ellen szeretek direkte menni. Csak azért is, hogy... Kicsit feszegetni a határokat. Feszegetni a határokat, igen, mindig, de... Ez egy színház. De szerintem... teljesen döbbenet, nagyon jó. Ez egy macska volt. Vagy a hegyi barus. Valószínű, inkább. Még a Varjú Kálmán tippelek ő neki, ilyen sokszínű. Na úgyhogy... Nem tudom, mit kérdeztél. Hogy feszegeted a határokat? Feszegetem a határokat, és nagyon sok mindenbe belekóstoltam már, tehát hogy mondjuk a vallást, amikor papnak készítettem, és visszajöttem onnan, akkor utána rengeteg, elmentem görög, katolikus templomokba, elmentem református misékre, elmentem nekem a kereszt apám, ő például Krisna hívő lett, elmentem egy olyan beszélgetés, egy olyan együttlétre, és ahol be is beleláttam, meg én jártam szacangra régen. Ez is a légében az indiai vallásnak ugyanaz a igen. A harmadik szem és a 20 cm-ekkel. De lényege mindegyiknek ugyanaz volt, tehát amit én észrevettem, az ugyanaz, hogy van egy nagy kör, és középen van Isten, Istennek hívjuk, de ez lehet bármi. És akkor innen néz, itt vannak a katolikusok, itt vannak a buddhisták, itt van a bármilyen összes vallás, ezen a kör gyűlni, és ugyanoda tart. Csak ezek a különbségek, az a... Én azt mondom, hogy mindig, hogy teljesen mindegy, hogy milyen eszközhöz, vagy milyen valláshoz nyúl az ember. Igen. Meg kell találnod a sajátodat, ami a te fejlődésedet, vagy az ismeretedet szolgálja, és mind az a lényeg, hogy elvezesse hozzád. Igen. Tehát, hogy te annak a semmi segítségével, hanem avval az eszközzel legyél több, és tudjál többet adni, és ezáltal kapni. Igen. Tehát igen. Ez maga a spiritualitás, én azt gondolom egyébként. De szerintem ezt bármiben meg lehet találni. Tehát, igen. Hogy igen, ez nem kell akár egy vallás, lehet ezt
akár tényleg meg lehet találni itt is, a szakmában. Hát épp arra gondoltam, hogy így beszélgetünk, hogy te valóban, hogyha érsz még tovább, meg eléred azt a kort, akkor te abszolút predesztinálva vagy arra, hogy ennek az egésznek a vívője, a főpapja legyél. Én azt látom így. Ez nagyon... Így, nagyon így van. Te mit gondolsz, hogy te neked elő kell állnod egy-egy ügy élén? Tehát általában te viszed a zászlót, vagy pedig egy alkalmazotti, vagy egy közösségi ember, vagy igen, igazából erre irányul a kérdés, hogy egy magad is vagy olyan erős, hogy például én fölépítek egy ilyen építményt, és én ezt úgy azt gondolom, hogy ez így egyedül, és aztán igen, gyertek velem. Igen. És van, aki megjön? Hogy te mit gondolsz magadról? Te mi a te személyiséged, mire? Hangya vagyok, vagy az oroszlán? Igen. Hangya vagy az oroszlán? Én... Lehet, hogy a külsőd, meg a habitusod más sugal, tehát... Igen, én szerintem... Én nagyon szeretek... egy közösségben... egy jól működő közösségben összerakni a munka... Hát, hogy nekem a munka... A cél az elsődleges, tehát hogy az nekem akkor tök mindegy. És azt gondolom, hogy olyan szinten elsődleges, hogy mindent felülír. Tehát, hogy nem az a lényeg, akkor mindenfajta hierarchikus rendszer teljesen lényegtelenné válik. A lényeg az, hogy elkészüljön az adott dolog úgy, ahogy annak el kell készülni. És hogyha az kell, hogy, akkor az kell. Most jelen esetünkben ez a papírvirágok, ugye? Igen. Milyen ez a fiú? Ez a fiú? De mi van belőle? Mi van ebben a csavargásban? Meg ebben... Hát ezt most beszélgetjük ugye a Sztárek Andrával, hogy pontosan mik... Szerintem egy nagyon... A kamasz... Nem kamasz a srác, nem kamasz. A kamaszkori énemből látok ebben rengeteget. Egy nagy sértettség, világfájdalom, önsanyargatás, de ezeket nem mutatja ki, csak egy ilyen szenvelgés, hogy jaj, ez a kamaszkornak nagy veszőparipája szerintem, de egyik legjobb kor egyébként, mert ráér az ember arra, hogy újra, hogy miért kell nekem igen mondani, miért kell igen mondani, lehet nemet mondani, vagy izé, csak ugye akkor mindenre ellene megyünk. De most ennél sokkal árnyaltabb azért a csávó, mert egy sokkal azért egy felnőtt ember, aki már tapasztalt voltak emberi kapcsolat, és nagyon jól bánik az emberekkel szerintem. Tehát, hogy nagyon kiismeri őket, és nagyon tudja irányítani. Manipulálja is. Manipulálja is, de... Mi az a pont szerinted, amikor az ember azt mondja, hogy például mondjuk ebben a konkrét esetben, hogy jó, hát ez egy bűn, de ezen még át lehet lépni. És mindig tolja ki a bűnnek a határait, amikor a vége lesz utána akár egy gyilkosság, akár egy másik ember életének a megrontása. Tehát, hogy mikor számított-e bűnnek? Igen. Azt, ami... Igen. Mi a gát? Mi az az erkölcsi gát? Vagy? Mindenkinél más, és szerintem az a nem is rémisztő, a legérdekesebb, nem? Charles Mansonnak hallgattam meg, amikor beszélt erről, és hogy teljes, tehát nyilvánvalóságon mondta, hogy de hát ez nem gond, amit ő csinált, ez nem gond, az teljesen rendben van. És hogy neki az rendben van, és... Hát ugye nagyon érdekes, most akkor kicsit beszéljünk talán, hogy jól tudjam ezt a bűnt, meg mi a határ, igen, ezt talán a drogokkal tudnám a legjobban elmondani, tehát hogy rengeteg drog illegális. Igen. És itt van az alkohol, ami Magyarországon, tehát nem elég, hogy egy, hogy a vallásunk része, de a kultúránk igen, alapja. Igen. Az alkohol. Az alkohol az egyik legkeményebb drog az egész világon, tehát az egyik legnagyobb függőséget okozza, mentális és fizikai függőséget okoz, és hogyha már valaki megiszik napi 2 dobos sört, egy felnőtt ember az már alkoholistának számít. És hogy ez normális, ez elfogadott. És hogy erre egy büdös szó nincsen. És az emberben... Például ne felejtsük el azt, amit mindig a veszőparipám, hogy mondjuk a férfiaknál, de a nőknél már nem.
Nőknél már nem normális. Nőknél már nem a női alkoholizmus már az például sokkal inkább tagadandó. Ez mindig ilyen, mint ön is. Mi is volt? Ez egy nagyon jó vicc, ugye, mert ugye a férfi, hát egy férfi minél több nővel. Igen. Volt az oké, de egy nő, hát az akkor az meg egy, az meg egy ringyó. De erre van egy vicc, hogy jó, de hogy mi jobb? Egy olyan zár, amit bármelyik kulcs kinyit, vagy egy olyan kulcs, hogy minden zárat kinyit. Jó, egy borzalmas vicc. Jó, ez csak erre egy izé. De az... Ja, megszakítottalak, igen. Igen. Szóval a lényeg az, hogy az a furcsa, hogy ugye ahogy halad szépen a történelmünk, meg ahogy halad a kultúránk, úgy változott az, hogy igen, hogy a nőknek abszolút nem szabad, de a másik az, hogy miért lehet inni alkoholt, és miért nem lehet valakinek elszívni egy füves cigit. Én például nem füvezek. Én jobban szeretek bebaszni, őszintén megmondom. Nekem a fűállapot az nem oké. És azt tudom viszont, mert amikor egyszer befüvesztem, hogy akkor én megmozdulni sem bírok, de amikor már én berúgtam, akkor én már ugráltam autók tetején. Tehát, hogy akkor melyik a rosszabb? És miért van? Mert hogy azt gondolom, hogy az én, amit én láttam, hogy más szerek hatása alatt voltak, bőven nem ártottak annyit a körülöttük lévő embereknek, és nem ártott annyit a családjuknak, és nem tett tönkre annyira az életüket, mint tegyük fel az alkohol, ami meg teljesen elfogadott. Nem azt mondom, hogy most legalizáljunk bármit, hanem azt mondom, hogy figyeljünk arra is oda, hogy attól, mert legális valami, vagy attól, mert szabad csinálni, attól nem biztos, hogy az jó. És azt gondolom, hogy sokkal egészségesebb az, hogyha valaki mondjuk tényleg mindentől, de mértékkel. Ez egyetlen az, hogy mérték, mert amikor egy dolog, bármi lehet, hát a cukor, beszéljünk arra, a cukor, az állítólag ezt olvastam, ami 6-szor nagyobb függőséget okoz, mint maga a heroin. Hát cukor nélkül próbálja meg az ember élni, vagy nem lehet, a fehér kenyérbe is az van. Hát hogyha mi csak olyanokat ennénk, innánk, amiben nincsen cukor, én csináltam egy ilyen kúrát, az készen, ez konkrét szenvedés. És azt mondják, hogy nem károsít annyira, dehogy nem károsít. Hát hány cukros van Magyarországon? Vagy amikor a zsíros kajákat teszik, ugyanúgy, csak hosszabb távon. Tehát a lényeg az, mindent lehet, csak minden mértékkel. A lelki terror. Igen. Van nagyon jelen ebben. Igen. Ugye? Az mennyire keseríti meg az emberek mindennapjait? Vagy te mennyire vagy erre érzékeny? Vagy volt-e részed benne? Vagy mit gondolsz, hogy ez is egy függőség, és ez is nyilván egy adok-kapok. Tehát van, aki abban lehet ezt csinálni, én azt gondolom, akinek az igénye. Tulajdonképpen ez is mindig két emberen múlik. Most egy picit sarkítom persze ezt a dolgot. Nem, én abszolút. Lelki terror. Én évekig gondoltam, hogy lelki terrorban vagyok. Még nem évekkel utána döbbentem rá, hogy én tartottam lelki terrorba. Hogy nagyon, szerintem ez nagyon bonyolult, mert vice versa, de a lényeg az, szerintem, én inkább vagyok egy olyan kapcsolatban, amiben szenvedek. Erre már rájöttem. Inkább szenvedek, inkább hol lehet, mit csinálhat, megőrülök. Amikor ott van, akkor nagyon jó, amikor nincs ott, akkor meg megölném. Tehát végletleg embere vagyok, mint hogy az, hogy minden oké, és nincs vita, és én a nihiltől megőrülök. Tehát a nihiltől megőrülök. Tehát, hogy szerint nekem egy emberi kapcsolathoz hozzátartozik az, valami legyen, valami, vagy gáz legyen, valami nem oké, vagy legyen valami feszültség. Valami feszültsége legyen. És a lelki terror, igen, míg valakinek az lelki terror lenne, én ezt élvezni. Nekem úgy élvezett, hogy nekem szükségem van rá, mert különben depresszióba esek, hiszen az inger küszöböm nincsen. Erre az energiára van szükséged, igen? Igen. Hát muszáj, különben csak mi most csak úgy boldog vagyok, nem jó. Nem, a yin-yang, az tökre működik egyébként, nem vagyok egy ilyen nagy, de ezeknek van igazsága, hát hogyha nem tapasztalom meg, hogy
hogy mi a rossz, akkor nem tudom értékelni a jó dolgokat, szóval, szóval nekem az fontos, ez nagyon kell. Ha csak úgy nihil van, azt nem szeretem. Szóval a lelki terror, ha a másik megtűri, akkor meg neki is muszáj még ott van, valami kapcsolata még van, és nem tudja ott hagyni, és neki is szüksége van rá. Tehát azt gondolom, hogy ez ebben a darabban, ez a mind a kettő embernek szüksége van a másikra. És mind a kettő valamilyen szinten lelki terrorba tartja a másikat, és egyszerre mennek a végzetük igen, felé. Igen. Tehát ez az, amikor nem lehet megakadályozni. Igen. Így sem, úgy sem. Igen. Boldog vagy, Bence? Én most? Igen, úgy általában. Általában. Ez úgy gondolom, hogy általában. Ez jó kérdés, jól vagy? Jól. De azért nem kérdezem, hogy jól vagy, igen, mert ez a boldogság is ez talán egy pillanat, szóval nem is tudom. Igen. Nem tudom, én most nagyon-nagyon sokszor tudok boldog lenni. Párszor most voltam, ilyen előadásokat tartottam egy középiskolába, meg a Corvinus Egyetemre mentem. És nagyon jól esett beszélgetni, nagyon jó volt beszélgetni velük. Fölelevenítettek bennem is sok mindent. De energiával lettem tőle, tudod, lett megint, de jó. De egy kicsit magam alatt vagyok szerintem, amióta meg volt a bemutató. És ez mindig így van, mert egy nagy hype, és akkor te pedig így, jó, és akkor most hogyan tovább? Dolgoznom kell, igen, mert különben beleörülök, tehát muszáj rögtön dolgozni, és akkor... És nem tudunk pihenni. De nem is kell, mert az nem baj. Az nem maga a munka, ez szerencse egyébként, hogy ez a munka megadja azt az energiát, igen, amivel pihensz közben. Igen. Jó van, szuper. Jó munkát, Bence. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.